kondenzációs kazánok még inkább igénylik a törődést, mint a hagyományos, nyílt égésterű készülékek. Hőcserélőjárataik vékonyabbak, szűkebbek. Az alumínium-szilícium ötvözetű kazántestek esetén anyaguk érzékenyebb a fűtővízre. Tévhit, hogy ezek a készülékek rövidebb élettartamúak lennének, mint elődeik. Hogy meddig szolgálják otthonainkat, az csak is a karbantartásukon múlik. Én Kovács Tamás vagyok, a Wotan Solutions Kft. Ügyvezetője, és ma megmutatom nektek, hogyan tartjuk karban a kondenzációs gázkazánokat. A kondenzációs kazán karbantartása. Különbségek az olcsó és a minőségi karbantartás között. Kondenzációs kazánok esetén tisztában kell lennünk a készülékünk hőcserélőjének anyagával, ugyanis más kezelést igényel egy alumínium-szilícium kazántest, mint egy rozsdamentes acél. Rozsdamentes acél kazántest esetén a vízkőlerakódás, a radiátori szap okoz problémát vízoldalon, füstgáz oldalon pedig a savas kondenzátum, amely megmarja az inox hőcserélő belső felületét. Karbantartás során tehát erre figyelni kell. Következő lépésként a hőcserélő dobjából kellő óvatossággal eltávolítják az égőfejet. Így láthatóvá válik a hőcserélő égőtér felüli oldala. A szennyezettség és a lerakódás mértékének megfelelően kell elvégezni a tisztítást. Finom sertélyű ecsettel végig kell ecsetelni a hőcserélőt, esetleg kompresszorral megfújni a makacsabb lerakódásokat. Fontos, hogy vízzel mindig át kell öblíteni a dobot az ecsetelés után, hogy a kondenzációs kifolyón keresztül a szennyeződés ürülni tudjon. Mivel a szifon előzőleg el lett távolítva, ezért célszerű a lefolyó alá egy tiszta vödröt tenni, annak érdekében, hogy láthatóvá váljon az eltávolított szennyeződés, így megfigyelhető, tisztul-e kellőképpen a kazántest. A kazánt védő burkolat és a légtömörséget biztosító zárófedél eltávolítása után a kondenzvíz szifont kell kiszerelni és csap alatt kitisztítani. A kazán állapotáról sok információ nyerhető a szifonban talált szennyeződésből. Ha vastag, iszapos réteg alakult ki, akkor valószínűsíthető, hogy a készüléket nem szervizelték éves rendszerességgel. Az égőfej esetén megvizsgálja a szerelő az égőrács állapotát, az elektródákat. Szükség esetén tisztítani kell, ha nagyon eléget cserélni. Az égőtértömítést minden karbantartás után, függetlenül annak állapotától, javasolt cserélni. Feladat elvégeztével az égőfejet óvatosan vissza kell helyezni a hőcserélő dobba. A kondenzációs készülékeknél is ellenőrizni kell a szivattyú működését, nincsen rendellenes hangja, nem akad-e, vagy szorul. A HMB hőcserélő tisztítás nem része a karbantartási feladatoknak. A tágulási tartály ellenőrzése viszont igen. Nyomásmérővel meg kell vizsgálni, hogy megvan-e a szükséges 1,1 bár nyomás. Végezetül az iszap leválasztót is tisztítani kell, a mágnest kiemelve, a szennyeződéseket eltávolítva. Alumínium hőcserélők esetén különös figyelmet kell fordítani a kondenzátumra. Ha a kondenzációs szifonban erőteljes lerakódás, alumínium szemcsék figyelhetőek meg, akkor a karbantartás itt véget is ér, ugyanis a hőcserélőt erőteljes tisztításnak kell alávetni, két komponenses vegyszeres mosással kell az égőteret tisztítani. Tisztítás után felhelyezhető a tömörséget biztosító lemez, burkolat. Fűtővíz oldalon pedig óhatatlan a mérés. Meg kell vizsgálni a fűtővíz pH-ját, keménységét,
Ha ezek az értékek a gyártói utasítástól jelentősen eltérnek, akkor a rendszert gépi vegyszeres mosással, a kazán kizárásával át kell tisztítani, és megfelelő minőségű vízzel kell feltölteni. Ellenkező esetben a kazán záros határidőn belül ki fogjuk adni, amelyre a gyártó már biztosan nem vállal garanciát. Itt is meg kell jegyeznünk, a rendszermosás, az alaposabb kazántisztítás már nem tartozik a karbantartás kategóriájába. Ahogy láttuk, a kondenzációs kazánok karbantartása összetettebb feladat és nagyobb figyelmet is igényel, mint a hagyományos készülékek szervizelése. Fontos, hogy megfelelő háttérrel rendelkező szervizeket bízzunk meg egy ilyen munka elvégzésére annak érdekében, hogy a készülékünk hosszú évekig működhessen probléma nélkül. Köszönöm szépen figyelmeteket! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel csatornánkra! Ha kérdésetek van, tegyétek fel a komment szekcióban! Sziasztok! Oh yeah, the blues.